Aliho, arra gondoltam, hogy elindítok egy ilyen kis délutáni vlogot, mert hogy ma még egész nap gyakorlatilag csak rohangáltam A pontból B pontba. Brutálisan sok ilyen orvosi teendő van, amit az elkövetkezendő időszakban és többek között ma is be kellett iktatnom. Olyan kezelések és olyan vizsgálatok és olyan szakorvosok az is kellett mennem, amihez eddig abszolút, vagy akihez eddig abszolút nem jártam, úgyhogy az elkövetkezendő pár hét az így ilyen orvosi vizsgálatokkal van tele, úgyhogy reggel igazából érdemben nem is tudtam videózni, és arra gondoltam, hogy most meg annyira jó kedvem van, és csak szeretnék csinálni egy ilyen kis délutáni vlogot. Elvittem Emmát az iskolából kosárlabdázésre, és majd az apukájam megy érte. Eközben én most már megyek Nathanért, aztán visszamegyek a Milánért, úgyhogy ez az anyataxi üzemmódba indítom ezt a vlogot. Aztán igazából délutánra majd kitalálok valamit, hogy mégis mit csináljunk. Van egy-két dolog otthon, amire talán sort kellene kerítenem, viszont tök jó alkalom, hogy nekiálljak és belekezdjek egy ilyen vlog videóba, mert hogy mostanában inkább ilyen vagy leülős, vagy tematikus videóim voltak. Aminek nyilván az időkorlát volt az oka, mert amíg a munkahelyemen dolgoztam egy fix időbe, addig délután nem volt annyi időm, vagy hát sokszor csináltam úgy vlogokat, hogy mondjuk eljöttetek velem így a videó belül, vagy a videó kereteiben dolgozni, de hát nyilván, hogyha valakinek van egy ilyen fix munkája, ahol ugyanazok a feladatok minden nap, akkor nyilván nem tudok túl sok újat mutatni, és most egy kicsit így a komfortzónámból kiesve teljesen más dolgok vannak prioritásban. És nagyon igyekszek, hogy megtanuljam úgy beosztani az időmet, hogy mindenre jusson is, maradjon is, és mégse toljam túl azzal, hogy megint így magamra kényszerítem azt. Igazából rájöttem, hogy én magam vagyok a saját magam legnagyobb ilyen hajcsára, mert hogy szó szerint minden nap sokkal, de sokkal több feladatot tűzök magam elé, mint mondjuk valaha mennyit a főnököm adott nekem, és pontosan ebben a hibába estem bele, mindig, amikor a saját vállalkozásunkat igyekeztünk előrébb vinni, vagy amikor tényleg az otthoni dolgokra fókuszáltam, és amellett igyekeztem bármi más csinálni, én tényleg mindig az az ember vagyok, aki nem tud nyugton maradni, aki nem tud pihenni, aki nem tudja rendesen, hogy mi az, hogy kikapcsolódás, pedig évek óta tudatosan igyekszek egy kicsit lassítani az életemen, egy kicsit odafigyelni arra, hogy ne akarjak folyamatosan pörögni, de magában a temperamentumom ilyen, és ez nagyon nehéz így korlátok közé zárni, és erre igyekszek most egy kicsit jobban figyelni, és arra gondoltam, hogy fogok írni így ezáltal mondjuk reggel egy ilyen feladatsort, de hogy ne legyen abban a feladatban mondjuk több, mint mondjuk 3-4-5 dolog, csak ezt túltalom mindig azzal, hogy akkor mosok, akkor kipakolom a mosogatógépet, akkor nekiállok dolgozni, közben tanulok, közben csinálom a tanfolyamot, akkor kimegyek a gyakorlati részét gyakorolni, és akkor közben mellette videózok, akkor mellette pakolok, és akkor így mindig valahogy nem tudok megmaradni ott, hogy egy 2-3 dologra figyeljek mondjuk egy nap, és valóban azok legyenek így prioritásban, hanem mindig így elszalad velem a ló, úgyhogy majd igyekszek erre egy kicsit jobban figyelni, na de most megyünk Niniért. Jó volt ez Oviba? Nagyon. Nagyon? Akkor jó. Na menjél. Mehetünk haza? Jó.
Na? Mi van? Adni, adnak, igen, és mit van? Megmutatod a csajoknak is? Nem tudja, miért fényképezőr. Igen. Ami nem igazi. Ez egy ilyen olyasajú. Tamagocsi, neki fogsz menni az ajtónak. És kitől kaptad? Gyöngyi nénitől. Szomszéd nénitől, ugye? Szomszéd Gyöngyi nénitől. De erős vagy, hogy az Emma táskáját elbírod. Hazaértünk, és talán az első, amit úgy meg kellene csinálnom, az az, hogy nagyjából rendet rakok, mert az egyik kameraállvány elő van készítve, a laptop is elő van, illetve ott látjátok az asztalon a rózsát, amit a 14. évfordulónkra kaptunk, vagyis kaptam a férjemtől. Tegnap volt 14 éve, hogy egy pár vagyunk, és hát Istennek az egyik legnagyobb ajándéka volt az, hogy megismerhettük egymást, és azóta úgymond együtt haladunk az úton. Na, úgyhogy az a helyzet, hogy magadtam egy kicsit így kaotikus helyzetek kezdenek el uralkodni, mert nem volt időm most itt takarítani. Viszont így belekezdtem egy-két dologba délelőtt, így két orvos látogatás között. Na, most már itthon van Milán és Nátán, Emma még kosáredzésen, most fog menni érte a férjem, munkából egyből oda fog menni, én pedig azt hiszem, hogy gyorsan itt összepakolok. Gyorsan összerakottam, amennyire csak lehetett, viszont a gyerekek tettek is az utánpótlásról, úgyhogy a játékokat egy kicsit szétszórták. Én viszont jövök is a konyhába, mert itt láthatjátok, hogy egy lábas már elő van. Karfiollevest gyorsan összedobtam, viszont másodikat még nem, és arra gondoltam, hogy gyorsan egy krumplis tészta fog készülni. Igyekszek ma ilyen mini húsmentes napot tartani. Said she had some things of mine, a chair, a book, and a little gray piece of paper.
dolgaimmal elvileg végeztem, egy mára a gyerekeknek elcsomagoltam a 10 órait, Zalinak is elkészült a holnapi ebéd. Amíg az étteremben dolgoztam, addig nem volt annyira egetrengetően fontos, hogy minden nap készüljön főtt étel, mert ugye mindig hoztam haza egy menüt, volt amikor 2, és akkor azzal így eláll voltunk. Ugyan legalább hetente 3-4 mindig főztem, de nem volt úgy annyira fontos, hogy minden nap, most viszont így valahogy vissza kell állnom arra, hogy akkor minden nap főzöcskézzek, és legyen változatos, igazából igyekszem erre egy kicsit figyelni, főleg arra, hogy legyen leves, mert Zolinak nagyon-nagyon tetszett, hogy ugye az étteremben a menühöz mindig kapott levest, és tök megszerette, és mi is úgy igazából az egész család. Úgyhogy mostanában többször főzök leves, mondjuk tegnap is húsleves volt, előtte brokkoli krémleves, most karfiolleves, és így kezdek kísérletezgetni ezekkel a levesekkel. Úgyhogy a konyhai teendőket megcsináltam, nagyjából mindent a gyerekekkel. Milán átpakolta a táskáját, holnapra átnéztük a leckéjét, Zoli átnézte Emmával, Nathan pedig játszott, most pedig következik egy ilyen kis, szerintem kártyázunk egy kicsit, aztán lassan mindenki elmegy tusolni, aztán csináljuk a vacsit, és vége is van a napnak, csajok. Közben még volt itt nálunk egy srác, akinek így adományba adtunk dolgokat. Elvitt egy csomó olyan dolgot, amit még kiraktam, és nem akartam árulni, és ennek nagyon-nagyon örültem, mert mostanában többször olvastam azt, hogy engedjük így áramolni a dolgokat, és ami így plusz és felesleges, azokat ne feltétlenül így pénzért adjuk el, hanem amit tudunk, azt adományozzunk, és most olyan jól esett. Egy kicsit így feltöltötte a lelkemet, és így tök jól átnézegettem így a gyerekek cuccait is, egy csomó ilyen olyan játékot, vagy olyan dolgot, amik már nem kellenek, és már régen kirakták, és mindig így pakolgattuk innen-oda, hogy valami majd lesz vele. Én játékokat nem szeretek árulni, és egyesével lefotózni, mert az ilyen rémálom számomra, hogy itt tényleg ez így annyira babracska, és úgy nem, valahogy így mindig tologattam magam előtt, és ma azt is megcsináltuk, és tök örült neki egy család. Ugyanígy egy pár ruhával, amit nem tudtam eladni, mert nem szezonális, szóval nyári ruhákról volt szó, de aki meg elvitt, ezt tök örült neki, hogy már nyárra jó lesz nekik, úgyhogy így ilyen dolgokat csináltam még délután, és még előttem van az, hogy van egy szekrény, amiben így a kamerás dolgok vannak elpakolva, és igazából egy ilyen kis kartonpapír van kivágva, vagy kartondoboz, és abba teszem bele a kamerának a cuccait, legalábbis az egyik kameráját, amit használok, és azokhoz kellene még valami így, hogy mondjam, valami rendszert iktatni, mert nagyon nem érzem stabilnak, de ez nem biztos, hogy a mai nap erre alkalmas lesz. All the colors are long gone. Nagyon szép lett, Buci! Mi lett ez, mondd el? Karácsonyfa. Te mennyire karácsonyt várod, hogy karácsonyfát készítesz Legóból? Nagyon szép lett, ügyes vagy. Anya, ezt kitesszük karácsonykor, vagy ahova ide. Ide az ajtóba? Hoppá, vigyázz, mert leesik. Nem. Hát ne az ajtóba tedd, ha lehet. Túl sokáig nem maradtam távol a konyhától. A három gyerekem megint három különböző dolgot szeretett volna vacsorázni. Emma nagyon örült, hogy krumplis tészta készült, úgyhogy eszik krumplis tésztát uborkával. Milán tükörtojást szeretne ilyen salátákkal, meg sajtal, meg ilyesmivel. Nathan pedig abonent kenyeret evett paprikával, meg sajtal, úgyhogy ez pont ugyanolyan, mint hogy például nagyon érdekes, hogy a három gyerek hétvégén totál korán kell,
amik hétköznap alig tudjuk kiszedni őket az ágyból, és pont ugyanilyen ez a kajálás. Egy pillanatot várjál, kérlek, mert le fogod rántani. Sikerült, ügyes vagy. Mit hozol? Na mutasd meg, te mit szeretnél még? Eperkompot. Eperkompot, te már ettél? Mit ettél? Eperkompot. Nem, te abonát kenyeret ettél az előbb, meg sajtot, meg paprikát. És most tehát egy kis eperkompot. Eperkompot. Juhú! Kis matko. Szóval érdekes dolog, hogy miért lehet az, hogy hétköznap alig tudjuk kiszedni a gyerekeket az ágyból. Nem, mert el fog borulni az egész. Mindjárt tudok. Amíg hétvégén, például szombaton, netán 5 óra 40-kor ébredt reggel, és mondtuk, hogy ezt nem hisszük el, és fél hétkor meg alig tudjuk kirángatni az ágyból, így hétköznapokon. Na, se baj! And Tommy was the best thing that ever happened. It's the guys I used to hang with are all growing up now too. Nah, 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 nah. All the colors are long videót. Remélem, hogy tetszett nektek ez az átlagos, tényleg. Ez tényleg átlagos, mert hogy semmi extrém dolgot nem csináltunk, nem volt semmi plusz program. Csak egyszerűen itthon voltunk, játszottunk, beszélgettünk, társasoztunk, kártyáztunk, főztünk. Szóval, hogy itt állnak a mi délutánjaink, és most már még Nathannak le kell tusolni, Milán és Emma már vacsora előtt letusolt. Aztán megyünk imádkozni, mesét olvasni és aludni. Úgyhogy ennyi lett volna ez a mai videó. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!